hagyományos tekerős sorompó. Egyébként üdvözletünk, éppen ezért zúzunk Somoskőújfaluba. És majd ott a kisvasúti alagutat fogjuk megnézni, egy készül a menet videó. Hajrá, hajrá, salgóta! Szóltak Püspökiből sikerült, igen, a tekerős sorompó, itt még az is van. Ja, BZ pótkocsival, sikerült a pótkocsi végét befoglalni. Igen. És mehetünk is ennyit. Az egyik Furdok püspöki a kevés tekerős sorompók közül ez az egyik, ami megmaradt. Hagyományos. És ott megyünk is tovább. Ja, Keresztkátrány falván, vagy Kopasz falván, tal. És jönnek 203-as bözök. Nem lehet a másik oldalt. Na, ott viszont már motor, kult motor. Nézzétek, Isten enye, és most mennyi katona. És ez volt a Viszkisben, hogy tihadkeresztes ez a állomás. Nézzek, lehet, hogy ávósok. Akkor munkatávol. Ami arra megy, igen, itt van a 84-es, ez megy azért KK-polna fele, és... Anyám bologas, a 424-es. Hoppá! Ezért voltak akkor itt. Marha vagonnal ráadásul. Mit keres ez itt? Azt a kurva eget! Gyerekek, ritmaságra bukkantunk! Ez a 240-es 424-es volt. Marha vagonnal. Na, megérkeztünk közé, és Somoskőújfaluba. Itt van a BZ szerelvény, amivel jöttünk. A felüljárás, és elvileg nekünk majd arrafele kell menni az alagúthoz. A sör még de majd megnézzük. Ja, hát nekem már nincsen, de van akinek még van. Na se baj, de megyünk. Meg hát, ha megisszuk az összeset, akkor mi marad későbbre? Azért egész jó váróteremnek a... Jó, hát eddig van... Érdemes megfigyelni. Hát eddig van vonatforgalom, hát évféltől 245-ig van bezárva, meg gondolom az első vonat az már akkoriban jön. Gyerekek, Somoskőújfalu. Majd mindjárt megnézzük a térképen pontosan merre kell menni, de itt van az alagút egy olyan másfél kilométerre. Körülbelül. Ezt megkeresik. Nagyon jó az illat. Ott a határbüfi, ami szerintem zárva van, tehát ott nem fogunk enni, itt van. Akkor megnézzük, lehet, hogy van kaja is. Előtte még megiszom a sörömet, egészséget. Ja, nyilván, ráérünk végül is egész nap. Ide a hűvösbe. Ott egy Mercedes Turismo O350-es. Hát ott áll benne egy busz, most még annyira nem érdekel. Hát majd esetleg megnézzük. Nézzétek, megyünk az alagúthoz, a turista úton. Ott vannak a brokkoli erdők. Ja, hát, meg ugye nappal szemben vagyunk, de se baj, majd akkor elfordítom el, itt már látunk is valamit. Na, a túlra nem áll. Ne, de fel lehet a térkép szerint erre kell menni még 400 métert, és 600 méterre vagyunk a céltól. A plac, tiszta, mint a plázs. Hát ez a Salgótarján plázs, vagy az egy Somoskőújfalui plázs, hát most... Hát ez... De megyünk, hát haladunk aztán majd. Azért ezt nézzétek meg. Ha minden igaz, akkor fogunk találni egy alagutat is. Tehát azért ezt igen. Érdemes azért megnézni, hogy a fenyők, bocsánat, fenyvesek.
Hát megyünk, majd előbb-utóbb lesz egy alagút is. Na, ezt nézzétek, betaláltok. Na, közben jön egy biciklis, elengedjük. De egykor itt ment a kis vasút, aminek az alagútjához megyünk. Jelenleg. És már látjuk ott az előtérbe. Sziasztok, Roland vagyok. Már kb. 30 méterre, ha lehetünk, vagy még annyi sem. Viszont itt nézzétek meg ezeket a köveket, tehát szerintem ezek még az ágyazatból maradtak itt. Ezeket, de, igen, ilyen tipikus, azok. Tipikus bagikövek, amiket a sinek alá szoktak tenni. Oda nézzetek előre fele. És ott az alagút. Bejártuk ezt is. De hát erről majd mindjárt csinálunk azért fényképeket, videó, stb. De már itt vagyunk. Már érződik az alagútnak a hüvesszele. Bizony. És már a kijelatát is látjuk. Így van. És fönt még van, amúgy elvileg van még vasúti személyszállítás, vagy teherforgalom. És itt a tábla. Medvefensík. Na tessék, hát. No. És akkor itt vagyunk egy másfél kilométer a Somoskőfali vasútállomás, hát, oda kell visszamennünk. Éreznétek ezt, amit most mi érzünk. Nem kell siessünk, mert 16-12-kor indul a következő vonat, amit már úgy se érünk el, mert az 10 perc múlva van. Jó. De a következő két óra múlva megy, úgyhogy bőven ráérünk. Semmi nem megy, elnézést. Ment, ott látszik a sín. Hol? Ott, Dani. Ott van a vas. Ja, hát annyi, de hát ezt a kis vasutat már régen felszedték. Na, ezt nézzétek, skacok. Na, ennyi, na, itt az alagút. Agyag. Azt hát, a 06 hideg van itt. De ezt még akkor építették, mikor még nem ismerték a vasbeton technológiát, tehát ezt így kövekből, meg molterből lakták össze. De ki volt ezt találva régen? Hát a mai napig áll, amit megépítettek még a 19. században. De nem hiába zárták be, mert életveszélyes. Ez, hát, ugyan ma itt áll már több mint 100 éve. Azért érdemes megnézni ezt a technológiát, amivel gyártották, mert ez agyag. Ez kurvára agyag. Hát az... Oda nézzetek, az meg föld. Hát amikor még nem ismerték a vasbeton technikát, akkor ezzel dolgoztak. Hát nem volt más. Pilisebb a alagút is ilyen. Meg még elég sok. Gyere. És itt ugye már idejekorán felszedték a sineket, nem is modernizálták, hogy még nem aszfaltozták le az alját se. Itt látható két darab bejárat, erre mindjárt majd rávilágítok. Ez a beugrók, igen, ez szokott minden alagútban lenni, hogyha vonat jön, akkor ide be lehet ugrani, és 50 méterenként minden alagútban van egy ilyen. Egy kis beugró, de ez kb. Annyi, hogy egy ember befér ide, és akkor be tud ide állni, hogyha vonat jön, hogy azt el tudja engedni. Gyertek. És igazából ezeket fehérre is azért szokták meszelni a falát, hogy könnyebben meg lehessen találni. Azért érdemes megnézni, hogy körülbelül 100 éves ez az alagút, és milyen technológiával. Oda nézzetek kézzel. Tehát ez vályog. Vályog és agyag. Nem, nincsen vízhang. Ilyenkor amúgy te nem félsz, hogy ez ránk fog? Nem. Hát itt áll már 100 éve, miért volt mostom volna össze? Ismételj, csak ez beomlott. Nem, mert hogyha veszélyes lenne, már régen lezárták volna. Hát, és akkor nem is lehetne rajta átmenni. Hát nem tudom, hogy mit védel. De turista útvonal, meg ezért bicikli út is megy itt, tehát nem lehet olyan veszélyes, akkor már végre lezárták volna, hogyha itt attól kéne félni, hogy beomlik. Meg hát két oldala van, most beomlik az egyik, akkor a másik még mindig ott van, ahol ki tudsz menni. Ja. Sőtünk meg van elég, tehát... Egyébként elmondom nektek, hogy ez egy kibaszott masszív egy építmény. Nem tudom, hogy itt a kisvasútnak a dübörgése, a decibel, az mennyire kihatott erre a helyre. De szerintem azért nézzünk hátra. Na. Onnan jöttünk, és még odáig megyünk. Ja, nem, csak a teherautó átment, de szerintem az, amivel találkoztunk az előbb. Az egy jeep volt. Persze, hát ez lehet annak is a nyoma. Semmi, és itt van a vége. És akkor idáig jött volna a vasút? Nem, hát az ment tovább ezen az úton. Hát ez végig jött a kis vasútnak a... Ez valami bányavasút volt, ez arrafele ment. Mani. Nézzétek, itt vagyunk a kisvasút nyomvonalán, hát most nem tudjuk végig bejárni, mert időnk az véges, vissza kell menni a vonatra, viszont egész jó követhető a nyomvonal, tehát egyszer majd ezt betervezem, hogy majd biciklivel visszajövök, és akkor bejárom a teljes nyomvonalát. Ennek a kisvasútnak, hát vagy lehet, hogy csak jövőre, valamikor majd megcsinálom.
Igazából ezt még biciklivel is simán be lehet járni, mert egész eddig jól járható a terep. Ameddig látok, és 1961-ben szűnt meg ez a kisvasút, akkor szedték fel a sineket, viszont az ágyazatból mai napig rengeteg megvan. És akkor most már gyalogolunk visszafele az alagúttal, a vasútállomást, mert mindig a kisvasút töltésén vagyunk egyébként. Ugye ezzel is jöttünk vissza, még itt is látszik a bagikő sok jobbra, helyen. Jobbra nézi. Ja, hát ott van a temető, persze. De nagyon, nagyon sok halott van és domboldalban, és mindenkinek új sírja van. Szóval, na itt, Dani, Dani. Jó, hát tudom, hát ez ekkora a temető, itt a domboldalban. De egyébként errefele megyünk tovább, egyenesen itt lesz a vasútállomás is, úgyhogy visszamegyünk a vasútállomásra, felszállunk egy vonatról, aztán megyünk haza. Úgyhogy ennyi volt az a kis rövid alagutas túra. Úgyhogy majd találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Thank you.